A magyar labdarúgó válogatott sikerei mögött nem csak a játékosok, hanem családjaik is meghatározó szerepet játszanak. Az alábbiakban bemutatjuk néhány magyar válogatott labdarúgónk édesapjának karrierjét, és azt, hogyan hatottak fiaik pályafutására. Szoboszlai Dominik édesapját senkinek sem kell bemutatni, hiszen sokszor szerepelt már a médiában fiának köszönhetően. Valószínűleg mindenki ismeri már a történetet, hogy Zsolt társalapító volt a Phoenix Gold FC utánpótlás nevelő egyesületben, ahol több magyar válogatott labdarúgó, köztük természetesen a fia Dominik, Bolla Bendegúz és Csobot Kevin is pallírozódott. Viszont azt kevesen tudják, hogy ő maga is büszkélkedhet labdarúgói karrierrel. Annak idején több csapatban is megfordult hazánkban, ám a legkiemelkedőbb eredményeket a Lombard FC Tatabánya csapatában érte el. Szerepelt az NB1-ben, és 1999-ben pályára lépett a DVSC elleni Magyar Kupa döntőben is, amit végül 2-1-re elvesztettek. P. Nagy László egykori edzője úgy emlékezett rá, mint egy tipikus erőcsatára, aki remek rúgó technikával és kiemelkedő feljátékkal rendelkezett, és így sok kellemetlen pillanatot okozott az ellenfél védelmének. Zsolt és Dominik alkatilag és játékstílusokban is különböznek, de úgy tűnik, hogy Dominik örökölte édesapja kivételes rúgó technikáját és nagy munkabírását is. Zsoltnak egyébként több a válogatottban is megfordult csapattársa volt a Tatabányán, ám ő végül nem mutatkozott be a nemzeti csapatban. Csobot Kevin az idei Európa-bajnokságon mindenki emlékezetébe belőtte magát. Skócia ellen az utolsó percben szerzett góljával megadta a reményt a magyar csapatnak a továbbjutásra, ami végül sajnos nem sikerült. Kevesen tudják, de édesapja, Csobot Róbert szintén elismert labdarúgó volt, sőt egy Európa-bajnoki aranyéremmel is rendelkezik. Igen, bármennyire is hihetetlen, de a magyar válogatott nyert már Európa-bajnokságot, sőt háromszor is. Természetesen utánpótlás tornákról van szó, de akkor is egy nagyon szép eredmény. Az 1984-es U18-as EB-t megnyerő együttes tagja volt Csobot Róbert, sőt az 1985-ös világbajnokságon szereplő csapatnak is. A középpályás labdarúgó a Pécsi MSC-ben mutatkozott be a magyar első osztályban, történetesen pont fia jelenlegi klubja az Újpest ellen. Ezen kívül 1990-ben megnyerte a Magyar Kupát, sőt nemzetközi tornákon is szerepelt a pécsi csapattal. Légióskodott Ausztráliában az Adelaide City FC-ben, ahol 3 évig szerepelt, majd visszatért Magyarországra. Végül a felnőtt válogatottban nem tudott bemutatkozni, viszont érdekesség, hogy csapattársa volt az idősebbik Dárdai Pál Pécsen. És így elérkeztünk talán az egyik legismertebb magyar labdarúgó családhoz, a Dárdaihoz. Dárdai Márton és Palkó is a magyar labdarúgó válogatottat választotta a német helyett. A legfiatalabbik testvérük, Bence, még nem hozta meg a döntését a nemzeti csapatot illetően. Apjuk Dárdai Pál 14 évig volt légiós a német Hertha BSC csapatában, amelynek később edzője is lett. Sőt, a magyar válogatott szövetségi kapitánya is volt egy ideig. Játékosként szerepelt a Bajnokok Ligájában és az Európa Ligában, ráadásul Bundesliga bronzérmesnek is mondhatja magát. Összesen 286 német bajnokin lépett pályára a Herthával, ami a mai napi klubrekordnak számít. A magyar válogatottban pedig összesen 61 alkalommal szerepelt és 5 gólt szerzett. Szalai Attila édesapja, idősebb Szalai Attila is szép labdarúgói karriert futott be. Összesen 4-szer szerepelt a magyar válogatottban, ebből 2-szer az olimpiai csapatban. Légiósként Izraelben, Amerikában és Ausztriában próbált szerencsét. A szintén védőként szereplő játékos 2-szeres magyar bajnoknak is mondhatja magát. Először 1987-ben az MTK csapatával, majd pedig 1993-ban a Vác FC-vel sikerült megszereznie az aranyérmet. Ezt követően pedig edzőként is tevékenykedett több csapatnál. További érdekesség, hogy a Vácnál töltött időszaka alatt csapattársa volt Sallai Tibor, aki a magyar válogatottban szereplő Sallai Roland édesapja. Ő a pályafutása alatt több magyar első osztályú klubban szerepelt, összesen 179 mérkőzésen, amin 8 gólt szerzett, egyszeres magyar kupa győztes és 2-szeres magyar bajnok, aki légiósként Izraelben is megfordult. Posztját tekintve középpályás volt, és labdarúgó pályafutása után edzőként vállalt munkát több magyar csapatnál is. Testvére Sallai Sándor, vagyis Roland nagybátyja, szintén labdarúgó volt és nem is akármilyen hátvéd. 55-ször szerepelt a magyar válogatottban, akikkel részt vett 2 világbajnokságon is. Sőt, 5-szörös magyar bajnoknak is mondhatja magát, és ő is kipróbálta a légióskodást Svájcban. Ezek a példák jól mutatják, hogy a magyar labdarúgó válogatott játékosainak sikerei mögött gyakran állnak olyan édesapák vagy családtagok, akik saját tapasztalataikkal és tanácsaikkal segítik fiaik pályafutását. A családi hagyományok és a futball iránti közös szenvedély meghatározó szerepet játszhatnak abban, hogy a tehetséges fiatalok kitartsanak és elérjék céljaikat, na meg hogy akár nemzetközi szinten is kiemelkedő teljesítmények.
teljesítményt nyújtsanak. Köszönjük, hogy megnézted a videót! Ha tetszett, akkor szeretnénk megkérni, hogy egy feliratkozással támogasd a munkánkat, és ezzel is segíts elérni a célunkat, amiért már régóta dolgozunk, mégpedig a 100 000 feliratkozót. Neked csak egy gombnyomás, ám nekünk sokat jelentene. Előre is köszönjük!